16. fejezet. Egy fájdalmas reggel. Egy végtelen Isten képes arra, hogy teljesen odaadja önmagát minden egyes gyermekének. Nem úgy osztja szét önmagát, hogy mindenki csak egy részt kapjon, hanem mindegyiknek olyan tökéletesen teljesen adja oda önmagát, mintha mások nem is léteznének. Aidan Wilson Tozer. Mintha épp csak az imént merült volna egy álomtalan mély alvásba, amikor érezte, hogy egy kéz felrázza. Mac, ébredj, ideje indulnunk. A hang ismerős volt, de egy kicsit mélyebb, mintha a gazdája is csak épp akkor ébredt volna. Mi van? Nyögött fel Mac. Mennyi az idő? Kérdezte morogva, miközben megpróbálta kitalálni, hol van és mi történik vele. Ideje indulnunk, felelte suttogón a hang. Bár Mac ezt nem tekintette válasznak kérdésére, morogva és zsémbelődve ugyan, de kimászott az ágyból. Tapogatózva megkereste a lámpa kapcsolóját és felkattintotta. A korom sötét után vakító volt a fénye, és eltartott egy ideig, amíg az egyik szemét felnyitotta és hunyorogva felpillantott korai látogatójára. A mellette álló férfi kicsit hasonlított papára. Méltóságteljes, érettkorú, szívós és izmos testalkatú, és egy kicsit magasabb, mint Mac. Ezüstösen csillogó fehér haj fette a fejét, amelyhez őszes bajusz és kecske szakáll társult. Feltűrt ujjú kockás ing volt rajta, amit farmer nadrág és hegymászó bakancs egészített ki, alkalmassá téve viselőjét, hogy hosszú útra keljen. – Papa? – kérdezte Mac. – Igen, fiam. Mac a fejét csóválta. Már megint csak ugratsz, ugye? Mind mindig, felelte a férfi szívélyes mosollyal, aztán megválaszolta meg következő kérdését is, még mielőtt feltehette volna. Ma délelőtt egy apára van szükséged. Szedd össze magad, és induljunk. Mindent, amire szükséged lesz, oda készítettem az ágyad végénél levő székre és asztalra. A konyhában találkozunk, ahol még bekaphatsz pár falatot, mielőtt nekivágunk. Megbólintott. Nem fárasztotta magát azzal, hogy megkérdezze, minek vágnak neki. Ha papa azt akarta volna, hogy tudja, akkor úgy is megmondta volna. Gyorsan felöltözött a papáéhoz hasonló, rá pedig tökéletesen passzoló szerelésbe, majd felhúzta a túra bakancsot is. Egy gyors és frissítő fürdőszobai kitérő után a konyha felé vette az irányt. Jézus és papa a pultnál álltak, és sokkal kipihentebbnek néztek ki, mint amilyennek megérezte magát. Éppen meg akart szólalni, amikor a hátsó ajtón belépett szárájuk. Kezében egy nagy, összetekert csomagot tartott, ami úgy nézett ki, mint egy túlméretezett hálózsák, szorosan összekötözve a két végéhez rögzített hevederrel, hogy könnyen szállítható legyen. Átadtam Macnek, aki azonnal megérezte a batyúból áradó illatok csodálatos elegyét. Fűszernövények és virágok keveréke volt, legalábbis meg így vélte. Érezte a fahéj és a menta illatát, különféle sók és gyümölcsök illatával együtt. Ez egy későbbre szóló ajándék. Papa majd megmutatja, hogy mire való. Szárájú mosolyogva ölelte át, vagy legalábbis így tudta leírni azt, ami történt, mert Szárájú dolgaira mindig is nehéz volt megfelelő szavakat találni. Hozhatod, tette hozzá papa. Te szedted ezeket a virágokat tegnap Szárájúval. Az én ajándékom itt vár majd rád, amikor visszatérsz, mosolygott rá Jézus, aki szintén megölelte Macket, csak hogy ez tényleg ölelésnek is tűnt. Jézus és Szárájú kilépett a hátsó ajtón, és Mac magára maradt papával, aki néhány tojásból és két szelet szalonnából tojásrántotta készítésén ügyködött. Papa, szólt Mac maga is meglepődve, mennyire nem esett nehezére így szólítani őt. Te nem eszel? Semmi sem kötelező, Mackenzie. Neked szükséged van rá, nekem nincs, mosolyodott el. És nem kell habzsolnod, bőven van időnk, a túl gyors evés pedig nem tesz jót az emésztésednek. Mac lassan és viszonylag csendben evett. Egyszerűen csak élvezte papa jelenlétét. Közben egyszer Jézus bekukucskált az ebédlőbe és jelezte, hogy az ajtón kívül lerakta azokat a szerszámokat, amikre szükségük lesz. Papa megköszönte Jézusnak, aki miután megcsókolta őt, a hátsó ajtón távozott. Mac épp a mosogatásban segédkezett, amikor megkérdezte.
Tényleg nagyon szereted őt, ugye? Úgy értem Jézust. Tudom, hogyan érted, felelte papa nevetve. A serpenyő súrolása közben egy pillanatra megállt. Teljes szívemből. Azt hiszem, van valami nagyon különleges egy egyszülött fiúban. Megre kacsintott, majd folytatta. Ez velejárója annak a kivételes jellegnek, ahogy én őt ismerem. Befejezték a mosogatást, és meg papát követve kiment a szabadba. A pirkadat első fényei most kezdtek áttörni a hegycsúcsok felett. A kora reggeli napkelte színei fokozatosan kivehetővé váltak a tovaszálló éjszaka hamuszürke árnyalatainak hátterében. Meg magával hozta Szarájó ajándékát, és most a vállára lendítette. Papa átnyújtott neki egy kis csákányt, amely ott állt az ajtó mellett, majd a hátára vette egy zsákot. Az egyik kezébe ásót fogott, a másikba a sétabotját, majd szó nélkül elindult a kerten és a gyümölcsösön keresztül, nagyjából a tó jobb partja irányába. Mire elérték az ösvény kezdetét, elég világos volt, és könnyen tudtak tájékozódni. Papa megállt, és sétapálcájával egy épp az ösvény mentén levő fára mutatott. Meg alig tudta kivenni azt a kis piros színű vonást, amellyel valaki megjelölte a fát. Ez számára semmi jelentéssel nem bírt, és papa sem szolgált semmiféle magyarázattal. Ehelyett megfordult, és kényelmes tempóban elindult az ösvényen. Szárájú ajándéka a méretéhez képest viszonylag könnyű volt, a csákány nyelét pedig sétabotként tudta használni. Az ösvény keresztül vitt az egyik vízmosáson, majd az erdő mélye felé kanyarodott. Meg hálát adott vízálló bakancsáért, amikor egy rossz lépésnél lecsúszott a lába egy vizes kőről, bele a bokáig érő vízbe. Hallotta, hogy menet közben papa egy dallamot dúdol, de nem ismerte fel, hogy mi az. Ahogy baktattak tovább, Meg az előző két nap során átélt temérdek eseményen gondolkodott. A hármukkal együtt és külön-külön lefolytatott beszélgetések, a Szofiával eltöltött idő, az áhítat, amelynek részese lehetett, aztán amikor az éjszakai eget bámulták Jézussal, és amikor átsétáltak a tavon. És mindezt még megkoronázta az előző esti ünnepség, aminek részeként megbékélhetett az apjával. Micsoda gyógyulás, és milyen kevés szó kellett hozzá. Alig tudta ezt az egészet felfogni. Amint ezeken az eseményeken tűnődött, és belegondolt, hogy mi mindent tanult, ráeszmélt, hogy még mindig milyen sok kérdése maradt. Talán kap még rá lehetőséget, hogy valamennyit elkérdezzen belőlük, de érzékelte, ez most nem annak az ideje. Csak azt tudta, hogy ő többé már nem ugyanaz, aki volt, és szerette volna tudni, mit jelentenek majd ezek a változások, Nen, önmaga, a gyermekek, különösen is pedig két számára. De volt valami, amit mindenképpen meg akart kérdezni, és ahogy haladtak, ez egyre inkább marcangolta. Végül megtörte a csendet. Papa? Igen, fiam. Szofia tegnap nagyon sokat segített nekem a misszivel kapcsolatos kérdések megértésében. És nagyon sokat segített a papával való beszélgetés is, vagy hogy is mondjam, úgy értem a veled való beszélgetés. Meg zavarban volt, de papa megállt és rámosolygott, mintha értené, tehát folytatta. Hát nem furcsa, hogy meg kell beszélnem veled is ezt az egészet? Úgy értem, te egy tipikus apa típus vagy, egy apa-apa vagy, ha van ennek egyáltalán valami értelme. Értem, Mackenzie, lassan bezárul a kör. Amikor tegnap este megbocsátottál apádnak, az nagyon fontos lépés volt afelé, hogy ma engem atyaként ismerhess meg. Nem kell tovább magyarázkodnod. Meg valamilyen módon tudta, hogy egy hosszú út végéhez közelednek, és papa azon fáradozik, hogy segítsen neki megtenni az utolsó néhány lépést. A szabadság megszerzésének nem volt más útja. Ki kellett fizetni az árat, amint te is tudod. Papa a csuklóján látható, kitörölhetetlen sebb helyeket nézte. Tudtam, hogy az általam teremtett világ fel fog lázadni. A függetlenséget és a halált választja. És azt is tudtam, mibe fog nekem kerülni a megbékélés útjának megnyitása. A ti függetlenségetek rászabadította a világra azt, ami számodra káosznak tűnik, mert kiszámíthatatlan és félelmetes.
hogy megakadályozhattam volna-e mindazt, ami Missivel történt? A válaszom az, hogy igen. Meg felnézett papára. Tekintetében annyira nyilvánvalóan látszott a kérdés, hogy ki se kellett mondania. Papa így folytatta. Először is. Ha egyáltalán nem teremtek semmit, akkor ezek a kérdések fel sem merülnek. Vagy pedig dönthettem volna úgy, hogy tevékenyen beleavatkozom a lányod körülményeibe. Az első lehetőséget soha még csak nem is mérlegeltem, az utóbbi pedig nem számított választási lehetőségnek azoknak a céloknak az ismeretében, amelyeket most még valószínűleg nem vagy képes megérteni. A dolgok jelenlegi állása szerint kizárólag a szeretetemet, a jóságomat és a veled való kapcsolatomat kínálhatom fel válaszként. Nem szerepelt a terveimben Missy halála, de ez nem jelenti azt, hogy nem tudom valami jónak az érdekében felhasználni. Meg szomorúan rázta a fejét. Igazad van, nem igazán jól fogom fel még a dolgokat. Azt hiszem, néha egy pillanat erejéig látok egy halvány fénysugarat, de aztán újból feltámad bennem mindaz a sok vágyakozás és a veszteség érzete, amely azt sugalmazza, hogy amit látni véltem, az nem lehet igaz. De bízom benned. És hirtelen olyan volt ez, mint egy új gondolat, meglepő és csodálatos. Papa, én tényleg bízom benned. Papa derűtő ragyogó arccal nézett vissza rá. Tudom, fiam, tudom. Ezzel megfordult és folytatta útját az ösvényen. Meg kicsit könnyebb és nyugodtabb szívvel követte. Hamarosan enyhe emelkedő következett, így a tempójuk is lassult egy kicsit. Papa időnként megállt, és megérintett egy-egy kőtömböt vagy egy nagy fát a csapás mellett, minden ilyen alkalommal mutatva a kis piros jel ott létét. De még mielőtt megfeltehette volna a nyilvánvaló kérdést, papa megfordult, és ment tovább az ösvényen. Nem sokára a fák ritkulni kezdtek. Meg időnként megpillantotta azokat az agyagpalás mezőket, ahol a földcsuszamlások még az ösvény megépítése előtt letarolták az erdő egyes részeit. Egyszer megálltak egy rövid pihenőre, ahol megkortyolt egyet a hideg vízből, amivel papa a kulacsaikat megtöltötte. Nem sokkal a pihenő után az ösvény hamarosan még meredekebbé vált, ami még tovább lassította a tempójukat. Meg úgy becsülte, csak nem 2 óra telt el az indulás óta, amikor végre maguk mögött hagyták a fákat. Látta maguk előtt az ösvény vonalát a hegyoldalon, de először át kellett haladniuk egy sziklákkal és kőtömbökkel borított hatalmas területen. Papa újból megállt, letette a batyuját, hogy vizet vegyen elő. Már majdnem ott vagyunk, gyermekem, jelentette ki, és oda nyújtotta Macnek a kulacsot. Tényleg? Kérdezett vissza Mac, és újból az előttük elterülő sivár és elhagyatott sziklamezőt kémlelte. Igen, hangzott papa szűkszavú válasza, és Mac nem volt benne biztos, hogy tényleg meg akarja kérdezni, pontosan hol is vannak ott már majdnem. Papa kiválasztott egy kis sziklatömböt az ösvény mellett, rátette a hátizsákját, mellé az ásóját, és maga is leült. Kicsit zaklatottnak látszott. Szeretnék mutatni neked valamit, ami nagyon fájdalmas lesz a számodra. Rendben, felelte Mac. Gyomra kezdett felkavarodni, miközben letette csákányát, ölébe lendítette szárájú ajándékát, és ő is leült. A reggeli napsütés által felerősített aromák betöltötték érzékszerveit szépséggel, és némiképp meg is nyugtatták. És mi lenne az? Ahhoz, hogy megláthasd, még valamitől meg akarlak szabadítani, ami beárnyékolja a szívedet. Meg azonnal tudta, miről van szó, és tekintetét papáról elfordítva, olyan szúrós szemmel nézte a földet, hogy szinte lyukat fúrt a talajba. Papa gyengéden és megnyugtatóan beszélt hozzá. Fiam, nem az a célom, hogy megszégyenítselek. Az én eszközeim között nem szerepel a megalázás, sem a bűntudat keltése, sem a kárhoztatás. Ezek egy szemernyivel sem képesek hozzájárulni, sem a teljességhez, sem a megigazuláshoz, és ezért kellett ezeket Jézussal együtt a keresztre szegezni. Kicsit várt, hagyta, hogy ez a gondolat áttörjön, és átjárja Macket mindenestől, hogy elmoshasson szégyenérzetéből, amennyit csak lehet. Majd folytatta. Ma a gyógyulás ösvényét járjuk, hogy lezárjuk életutadnak ezt a részét,
Nem csupán a te érdekedben, hanem mások miatt is. Ma bedobunk egy hatalmas követ a tóba, és azok a hullámok olyan helyekre is elhatnak, amelyekre nem is számítanál. Akkor már tudod is, hogy mit akarok, ugye? Attól tartok, tudom, motyogta meg. Érezte, hogy érzelmek kezdenek szivárogni szívének egyik lezárt szobájából. Fiam, ki kell mondanod, nevén kell nevezned. Meg most már nem tudott tovább uralkodni magán, forró könnyek patakzottak a szeméből, és zokogva kezdte vallomását. Papa, kiáltotta, hogy bocsáthatnék meg valaha is annak a rohadéknak, aki meggyilkolta az én misszimet? Ha most itt lenne, nem is tudom, mit tennék vele. Tudom, hogy nem helyes, de azt akarom, hogy úgy szenvedjen, mint amilyen szenvedést ő okozott nekem, ha már igazságszolgáltatásban nem részesülhetek. A bosszúról akkor sem akarok lemondani. Papa egyszerűen csak engedte, hogy az áradat kitörjön megből, aztán megvárta, míg a hullámok elültek. Meg, az, hogy te megbocsátasz ennek az embernek, a részedről azt jelenti, hogy átengeded őt nekem, és lehetővé teszed, hogy megváltsam őt. Megváltani őt? Meg újból a harag és a fájdalom tüzét érezte. Nem akarom, hogy megváltsd őt. Azt akarom, hogy okoz neki fájdalmat, hogy büntesd meg, juttasd pokorra. Hangja elakadt. Papa türelmesen várta, hogy az érzelmek lecsillapodjanak. Elakadtam, papa. Nem felejthetem el csak úgy, amit tett, nem igaz? Esdekelt meg. A megbocsátás nem felejtést jelent meg. Azt jelenti, hogy elengedjük a másik ember torkát. De én azt hittem, hogy te elfelejted a bűneinket. Meg, én Isten vagyok. Nem felejtek el semmit. Mindent tudok. Tehát a felejtés számomra azt jelenti, hogy úgy döntök, korlátozom magam. Fiam, halkult el papa hangja, meg pedig feltekintett rá egyenesen bele mély barna szemébe. Jézus miatt ma nincs törvény, ami azt követelné meg, hogy az emlékezetembe idézzem a bűneidet. Ezek elmúltak, és nem zavarják többé a kapcsolatunkat. De ez az ember! De ő is az én fiam. Meg akarom váltani. És hogy gondoltad? Én csak megbocsátok neki, és akkor már minden oké, aztán meg haverok leszünk? Kérdezte meg halkan, de szarkasztikusan. Nincs kapcsolatod ezzel az emberrel, legalábbis most még nincs. A megbocsátás nem hoz létre kapcsolatokat. Jézusban minden embernek megbocsátottam az ellenem elkövetett bűneiért, de csak kevesen döntenek a velem való kapcsolat mellett. Mackenzie, hát nem érted, hogy a megbocsátás egy hihetetlenül hatalmas erő és óriási hatalom. Egy olyan erő, amelyben velünk együtt részed van. Egy olyan hatalom, amelyet Jézus mindenkinek megad, akiben benne lakozik, hogy a megbékélés növekedhessen. Amikor Jézus megbocsátott azoknak, akik a keresztre szegezték, többé már nem voltak adósai neki, sem nekem. A velük való kapcsolatomban soha nem hozom fel, amit tettek. Nem szégyenítem meg, és nem hozom zavarba őket. Nem hiszem, hogy én képes vagyok ezt megtenni, válaszolta erőtlenül meg. Én pedig azt akarom, hogy tedd meg. A megbocsátás mindenek előtt a te, a megbocsátó fél érdekeit szolgálja, válaszolta papa. Ha megbocsátasz, megszabadulsz valamitől, ami eleve nem felemész téged, ami pusztítja az örömödet és a teljes és őszinte szeretetre való képességedet. Gondolod, hogy ezt az embert érdekli az, hogy neked milyen fájdalmakat és gyötrelmeket kellett átélned? Ha igen, legfeljebb azért, hogy annak tudatával hizlalja magát. Nem akarsz ennek véget vetni? Mert ha ezt megteszed, ezzel őt is megszabadítod attól a tehertől, amelyet cipel. Akár tudja, akár nem. Akár elismeri, akár nem. Amikor úgy döntesz, hogy megbocsátasz valakinek, azt az embert jól szereted. De én nem szeretem őt, ellenkezett meg. Nem, most még tényleg nem. De én szeretem meg. Nem azért, amivé vált, hanem amiatt a megtört gyermek miatt, akit a fájdalmai így eltorzítottak.
Segíteni akarok neked, hogy magadra öltsd azt a természetet, amely több erőt és nagyobb hatalmat talál a szeretetben és a megbocsátásban, mint a gyűlöletben. Ez tehát azt jelenti, mondta meg, és egy kicsit haragudott a beszélgetés iránya miatt, hogyha megbocsátok ennek az embernek, akkor utána akár azt is megengedhetem neki, hogy játszon Kate-tel vagy az első lányunokámmal? Mackenzie. Papa hangja erős és határozott volt. Már megmondtam neked, hogy a megbocsátás nem hoz létre kapcsolatot. Ha az emberek nem szólnak igazat afelől, amit tettek, és ha nem változtatják meg a gondolkodásukat és a viselkedésüket, akkor a bizalomra épülő kapcsolat lehetősége kizárt. Amikor megbocsátasz valakinek, ezzel felszabadítod őt az ítélet alól, de valódi változás nélkül valódi kapcsolatok nem létesíthetők. A megbocsátás tehát nem követeli meg tőlem, hogy úgy tegyek, mintha az, amit ez a fickó tett, meg se történt volna. Hogy is lennél képes rá? Tegnap este megbocsátottál apádnak, de elfelejted-e valaha is azt, amit veled tett? Nem gondolnám, ismerte be meg. De ma már a történtek ellenére is képes vagy őt szeretni. Ezt az ő változása teszi lehetővé. A megbocsátás semmiképpen sem követeli meg tőled azt, hogy meg is bízz abban, akinek megbocsátasz. De ha végül megbánja a bűnét és megtér, akkor egy csodát fedezel fel a szívedben, amely lehetővé teszi, hogy kinyújtsd a kezed, és elkezd felépíteni közöttetek a megbékélés hídját. És néha még az is megtörténhet, bár ez most valószínűleg elképzelhetetlennek tűnik a számodra, hogy ez az út a teljesen helyreállított bizalom csodájához is elvezet. Meg lecsúszott a földre, és nekivetette a hátát a sziklának, amelyen addig ült. A talajt tanulmányozta a lábai között. Papa, azt hiszem értem, amit mondasz, de az az érzésem, hogy ha megbocsátok ennek a fickónak, akkor megússza. Hogyan menthetném fel tettének következményei alól? Szerintem nem lenne tisztességes Missivel szemben, ha nem maradnék haragban vele. Nem így van? Mackenzie, a megbocsátás nem ad felmentést semmire. Hidd el nekem, hogy amitől ez az ember a legtávolabb van, az a szabadság. És neked nem kötelességed, hogy igazságot szolgáltass ebben az ügyben. Ez csak bízd rám. Ami meg Missit illeti, ő már megbocsátott a gyilkosának. Csak ugyan? Kérdezte meg fel sem nézve. Hogy volt erre képes? Úgy, hogy benne élek. Ez az egyetlen módja az igazi megbocsátásnak. Meg érezte, hogy papa leül mellé a földre, de továbbra sem nézett fel. Amikor papa átölelte őt, zokogni kezdett. Engedd ki az egészet. Hallotta papa suttogását, és végre képes volt ezt megtenni. Becsukta szemét, miközben könnyei patakzottak. Missy és a vele kapcsolatos emlékek újra elárasztották az elméjét. A kifestőkönyv és a színes kréták képe, a szakadt és véres ruhák. Sírt, míg ki nem sírt magából minden sötétséget, vágyakozást és veszteségérzetet. Sírt mindaddig, míg már nem volt semmi kísírni való. Lehuny szemmel, előre-hátra ringatózva esedezett. Segíts, papa, segíts, mit tegyek? Hogy tudok megbocsátani neki? Mondd el neki. Meg felnézett, félig meddig arra számítva, hogy ott áll előtte egy ismeretlen férfi. De nem volt ott senki. Hogyan, papa? Csak mondd ki hangosan. Hatalmas erő van abban, amit az én gyermekeim kijelentenek. Megsuttogva kezdte, először csak bátortalanul és akadozva, de aztán egyre nagyobb meggyőződéssel. Megbocsátok neked, megbocsátok neked, megbocsátok neked. Papa szorosan magához ölelve tartotta. Mackenzie, olyan hatalmas örömet jelentesz nekem. Amikor Mac végre összeszedte magát, papa átnyújtott neki egy nedves kendőt, hogy megtörölhesse az arcát. Utána felállt. Először ugyan kissé bizonytalanul. Hűha, szólalt meg rekedten, és keresgélte a szavakat, amelyekkel leírhatná azt az érzelmi utazást, amin épp az imént vergődött át. Elevennek érezte magát.
Visszaadta papának a törlőkendőt, és megkérdezte. Tehát teljesen rendben van, hogy még mindig haragszom? Papa nem késlekedett a válasszal. Úgy, ahogy mondod. Amit ez az ember tett, az szörnyű. Rettenetes fájdalmat okozott sokaknak. Rosszat tett, és a harag a megfelelő reakció arra, ami ennyire gonosz. De ne engedd, hogy a harag, a fájdalom és a veszteségérzet megakadályozzon téged a megbocsátásban, és abban, hogy levedd a kezed annak az embernek a nyakáról. Papa felemelte, és a hátára dobta a zsákját. Fiam, megeshet, hogy az első napon, meg a másodikon százszor is ki kell nyilvánítanod a megbocsátásodat. De a harmadik nap már kevesebbszer, és így tovább minden nap, míg végül egy szép napon ráeszmélsz, hogy teljesen megbocsátottál. Aztán eljön majd az a nap is, amikor annak az embernek a boldogulásáért is imádkozol, és átengeded őt nekem, hogy a szeretetem a romlottság utolsó maradványait is kiégesse az életéből. Bármennyire felfoghatatlannak hangzik is ez most a számodra, megtörténhet, hogy egy nap majd teljesen más összefüggésben ismered meg ezt az embert. Megfelnyögött, de akármennyire is felkavarták a gyomrát papa szavai, szívében tudta, hogy ez az igazság. Együtt felálltak, és meg az ösvény irányába fordult, hogy visszatérjen az úton, amin jöttek. Meg, még nem végeztünk, szólt rá papa. Meg megállt és megfordult. Tényleg? Azt hittem, ez volt az, amiért idehoztál. Így igaz, de mondtam, hogy van valami, amit meg akarok mutatni neked. Valami, amit te kértél tőlem. Azért vagyunk itt, hogy hazavigyük Missit. Hirtelen összeállt a kép. Meg Szárájú ajándékára nézett, és megértette, mire szolgál. A gyilkos valahol itt, ezen az elhagyatott helyen rejtette el Missy holttestét, és most azért jöttek, hogy megkeressék. Köszönöm. Ez volt minden, amit mondani tudott, mivel könnyei még egyszer vízesésként zúdultak le az arcán, mintha egy kiapadhatatlan tárolóból folynának. Annyira gyűlölöm ezt az egészet, csak sírok, meg bőgök, mint valami idióta, meg ez a temérdek könny is, morogta. Jaj, kicsim, felelte papa gyengéden, soha ne becsüld alá a könnyek csodáját. Ezek a gyógyulás vizei és az öröm folyamai lehetnek. Néha a könnyek a legmegfelelőbb szavak, amiket a szív szólni képes. Meg megfordult és belenézett papa szemébe. Még soha senki tekintetében nem látott ilyen tiszta kedvességet, szeretetet, reménységet és eleven örömöt. Azt ígérted, hogy egy napon majd nem lesz több könny. Már nagyon várom. Papa rámosolygott, kézfejével megérintette meg arcát, és soha nem látott gyengétséggel letörölte róla a könnyeket. Mackenzie, ez a világ tele van könnyekkel. De ha emlékszel, megígértem, hogy én leszek az, aki letörli azokat a szemedről. Megnek sikerült összehoznia egy mosolyt, miközben lelke tovább gyönyörködött és gyógyult az ő atyának szeretetében. Tessék, átadott neki papa egy kulacsot. Kortyolj egy jó nagyot, nem akarom, hogy kiszáradj, mint egy aszalt szilva, még mielőtt vége lenne ennek az egésznek. Meg nem tudta megállni nevetés nélkül, ami ugyan nagyon nem tűnt helyén valónak, de aztán újra belegondolva tudta, hogy tökéletesen rendben van. A reménység és az újra megtalált öröm nevetése volt ez. A múltat és a sebeket lezáró esemény. Papa ment elől. Mielőtt elhagyták volna a főösvényt, hogy rátérjenek egy alig kivehető csapásra a szanaszét heverő kőtömbök között, papa megállt és botjával megkocogtatott egy hatalmas kőtömböt. Visszanézett Megre, és kézmozdulatával jelezte, hogy ezt alaposabban meg kellene néznie. Már megint ott volt. Ugyanaz a piros jel. Meg ekkor eszmélt rá arra, hogy azt a csapást követik, amelyet a leányát elhurcoló férfi megjelölt. Menet közben papa elmondta, hogy eddig egyetlen holttestet sem találtak meg, mert a gyilkos néha már hónapokkal a kislányok elrablása előtt kiszemelte a lehetséges rejtekhelyeket. Nagyjából a kőtenger felénél papa letért az ösvényről, és behatolt a sziklák és hegyszorosok labirintusába,
de előtte még újra megmutatta a már ismerős piros jelet az egyik közeli szikla felületén. Meg felfogta, hogy ha csak valaki nem tudja pontosan, mit kell keresnie, akkor könnyen elkerülheti a figyelmét ez a jelölés. 10 perccel később papa megállt egy hasadék előtt, ahol két felszínre bukkanó kőzetréteg találkozott. Kis kőhalom emelkedett a sziklák lábánál, az egyik kövön pedig ott volt a gyilkos jele. Segíts ezeket eltakarítani, mondta papa, miközben kezdte elmozdítani a nagyobb köveket. Ezek a kövek egy barlang bejáratát rejtik. Miután a nyílást lezáró nagy köveket eltakarították, ellapátolták a bejáratot elzáró megkeményedett földet és murvát is. A még megmaradt törmelék hirtelen beomlott, és láthatóvá vált egy kisebb fajta barlang nyílása, amely valószínűleg egy téli álmot alvó állat ürege lehetett valamikor. A bomlás átható bűze tört elő a barlangból, és meggyomra émelyegni kezdett. Papa benyúlt a szarájútól kapott göngyöleg egyik végébe, és előhúzott egy fejkendő nagyságú vászondarabot. Oda kötötte meg szája és orra elé, és azonnal édes illat váltotta fel a barlang bűzét. A nyílás annyira szűk volt, hogy csak kúszva tudtak behatolni a barlangba. Papa erős fényű zseblámpát vett elő a hátizsákjából, és bekúszott a barlangba, nyomában Megkel, akinek a hátán még mindig ott volt szarájú ajándékbatyúja. Alig néhány percbe telt, hogy megtalálják keserédes kincsüket. Egy kisebb kiugró sziklán meg meglátta azt, ami feltehetően Missy holtteste volt. A hátán feküdt egy mocskos foszladozó takaróba csavarva. Tudta, hogy az igazi Missy nincs itt. Ez a test csak olyan, mint egy régi kesztyű, amelyből hiányzik a kéz, amely életet vihetne bele. Papa kiterítette szarájú csomagját, és az üreget azonnal csodálatos, átható aromák és illatok töltötték be. Bár a Missy testét borító pokróc már mállott, elég erős volt ahhoz, hogy Meg annak a segítségével felemelje, majd a virágok és fűszerek közé helyezze a testet. Ezután papa gyengéden betakargatta, és a kijárathoz vitte Missyt. Először megbújt ki a szabadba, majd papa kiadta neki kincsüket. Miközben papa is előbújt, Meg felállt és karjaiba vette a csomagot. Egyetlen szó sem hangzott el, csak Meg motyogása hallatszott időnként. Megbocsátok neked, megbocsátok neked. Mielőtt elhagyták volna a helyszínt, papa felemelte a piros jellel ellátott sziklát és a nyílásra helyezte. Meg észrevette ugyan, de sok figyelmet nem szentelt ennek. Figyelmét a saját gondolatai foglalták le, és gyengéden ölelte magához kislánya holttestét.